fergeteges hangulatban zajlottak a Kolompos együttes koncertjei Hertelendi falván és Nagybecskereken, amelyet a bánáti szurványtelepülések alsósai számára tartottak. A gyerekek szinte minden dalt együtt énekeltek a zenészekkel. Nekem az volt a legérdekesebb, mikor énekeltük a Badacsonyi szőlőhegyen 200 verszét. Figyelem! Zengjen az ének! Nem mindennapi ez a kis előadás, és ez a boszorkányos, az nagyon jó volt. Hertelendi falván, a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület nagy termében 5 délbánáti községből több mint 200 alsós volt jelen. Ez a koncert is, amely már megvalósult Hertelendi falván teljes egészében, a gyerekek figyelmét végig ébren tartotta, a gyerekeket megmozgatta, tehát egy olyan élmény, amely biztos, hogy sokáig megmarad emlékezetükben. A mostani koncerten itt Nagybecskereken megközelítőleg 850-900 gyermek fog jelen lenni. A Kolompos együttes tagjai újra megmutatták, hogy értenek a gyerekek nyelvén, és játékos módon, rengeteg vidámsággal fűszerezve képesek belopni a gyerekek szívébe a magyar népzenét, néptáncot, népszokásukat. A hangulat őket is megfogta. Két különböző koncert, azt kell mondani már olyan értelemben, hogy ez itt Nagybecskereken a ügyes sportcsarnok. Sportcsarnokról azt kell tudni, hogy akusztikája nem nagyon van, nem azért építették, hogy koncertek legyenek benne, viszont sokan vagyunk. Ez egy nagyszerű érzés. Csókáról 3 autóbusszal érkeztek gyerekek a Nagybecskereki koncertre. A gyerekek nagyon élvezték, volt itt néphagyomány, népi hangszerek, a dalokat zeneórán tanultuk és együtt tudtuk énekelni a zenekarral, sőt táncolni és mutogatni is. A Belgrádi Magyar Kulturális Intézet az idén sok programot szervezett. A szívemhez talán ez az esemény áll a legközelebb, hogy minden esetre benne van abban néhány legfontosabb eseményben. Ugyanis itt, most már ez a második helyszín, körülbelül 1000 bánáti, szórványban élő magyar kisgyereknek hoztunk el egy nagyon színvonalas műsort. A Collegium Hungaricum az év végét egy igazi csemegével zárja. Szervezésében Sebestyén Márta, Andrejszky Judit és barátai december 13-a és 16-a között Újvidéken, Kragujevácban, Belgrádban és Bács-Kossuth falván lépnek fel.